Hello, sziasztok, unboxing videó! Megjött a táp, úgyhogy tudunk enni adni az elektronikának. Kibontjuk, megnézzük, mi van benne. Elméletileg ez egy SPS, ugye a Nice Powernek az SPS, talán 605 kötője 2K-ja pontos típusa. Nem tudom, mert ide nem írták föl, vagy fölírták, csak nem találom. De az 2x60 volt 5 amper, ami ugye köthető máshogy is. Mert ugye egyszer lehet használni úgy, hogy dupla táp, ezt a 60 volt 5 ampert ki tudod belőle kétszer venni, ugye megváltáltok. Vagy lehet sorosan vagy párhuzamosan kötni, és akkor van egy sima tápod, ami 60 volt 10 amper, kemény. Vagy soros kötésbe, amikor pedig 120 volt 5 amperes tápod van. Na meglátjuk, milyen állapotba érkezett. Eddig jó. Betápkábel bent van, de én most azzal nem bajlódok, hanem fogok egyet, ami itt van a kezem, így éveztem, bedugom azzal. Ez csak egy unboxing videó lesz majd róla tesz, hogy milyen az aja, milyen a stabilitás, stb. De hát az nem most. Most csak kivontjuk, megpróbáljuk, hogy végül is bekapcsol-e. Tápoljuk. Ugye egybe van. Mindenre nem tört össze semmije. Nem zörög benne semmi. Nem füstszagú. Nézzük, mi történik. Be volt kapcsolva. Ám legyen, most ez nekünk teljesen mindegy. No, milyen módban vagyunk? Independent, ugye így van, teljesen független a két tápegység. A feszkót azt elméletileg ugye 61-ig lehet föltekerni mind a kettőt. Az áramot pedig 5,2 amperig, teljesen jó. Eddig jók vagyunk. Mérjünk először rá egy sima multiméterrel, hogy mi van ott. Ugye nem lehet lekapcsolni a kimenetét, nem olyan, mint egy Vamtec, hogy kimenet off, úgyhogy óvatosan, főleg amikor 120 volt, ott van fixen a végén, ahogy bekapcsolod. Feszmérés. Látjátok? Na látjátok. Egyes táp. 61 volt, az 61 volt. Ezt is vártuk. 61 volt, az 61 volt. Most megmutatom a szériál kötést. Most kapcsol át, és akkor kapásból, nem tudom mire volt állítva, ez egy másik memóriából jön elő, ez itt most 60 voltra van állítva, ugye az egyessel állítod, ugyanúgy 5,2 ampered van, viszont feszkóba tudsz fölfelé menni, de láttad, hogy ez hiába volt 60-ra állítva, átlépte, mert összecsattintja sorba, na és akkor itt a plafon a 120 volt, amit mindjárt meg is tesztelünk ilyen élet és veszélyesen egy ilyen izzóval, hogy mit lép rá, egy 220-as izzót rá érintek. Így nem tudom, látjátok ezt a műszert? Ami kijön belőle, és megterhelem, most 120,9, így meg 120,9 terhelve. Nagyon, nagyon pöpec. Mekkora áram volt ez, meg közben írja ám a multiméter része, 299. milliamper 36 watttal sikerült pirítani. Nekem ez bejön, ez tetszik, ez jó, ezt adom. Ezt. Ugye ez volt az egyik módja, és ezt a feszkót vissza kéne tekerni, azért ne így induljon. Normálisabb feszültségre, ugye a kondi a végén ez nem engedi visszaesni. De akkor menjünk párhuzamos kötésbe, csak úgy mutatóba, és mindjárt átkapcsol itt, ez egy megint egy másik memória, itt 30 voltra volt állítva, de itt ugye 10 ampered van, azért az a nem semmi. 10 ampered van, és ha a feszültséget megnézitek, 60, 61 volton, azért az 610 watt. Ez nem játék. Szerencsére egészben ideért, tesztekért, meg a többiért, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!